Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk az Akácsziget fürdőben, beszélgető társunk Szatmári János, hiszen főzünk együtt az Akácsziget fürdőben, ezzel az elnevezéssel szervezek ma egy főzőversenyt. Kik vannak itt? Lényegében a Karcag város csapatait hívtam meg, a birkafőző csapatot, akkor a konok-konok csapatát, akkor a, természetesen a vízműnek a csapatát, a fürdőnek a Akácsliget csapatát, és a Aktív Rádiót. Ön is főz, és egy érdekes elnevezést adott a pörköltjének, őseink pörköltje. Mi is ez pontosan? Hát az őseink pörköltje azt ábrázolná, hogy abban az időben nem voltak hűtők, általában füstölt ételekből tudták elkészíteni ezt az ételt. És ez adta azt az ötletet, hogy a kunságban vagyunk, kunságételeket próbáljunk főzni, meg őseink ételit. És akkor mi minden van ebben az őseink ételében, hiszen már mi megnéztük, de a nézőinknek mondjuk el. Ebben kicsit modernebb alapanyagok vannak benne, de benne van a füstölt csölök, benne van a füstölt szalonna, benne van a füstölt kolbász, és akkor ehhez van még a nem füstölt oldalas, ami szép kis kockákra van felvágva, és egy kis burgonyával van feltéve, és benne van a köret. És ez honnan jött ez az ötlet, ennek a főzőversenynek az ötlete? Hát lényegében, hogy a fürdőnek és az étteremnek egy reklámot tudjunk csinálni. És akkor itt láttuk azért, hogy jönnek itt többen is, tehát akik fürdőzők is jönnek, megnézik, kóstolnak. Tehát ez egy picit egy ilyen nyitottabb, nem csak a média és a szervezőcsapatok részére, hanem aki itt van, az is ide jöhet és megnézheti, kóstolhatja. Igen, hát lényegében bárki megkóstolhatja ezeket az ételeket, és azért, ha kezdtünk ehhez az egész Főzzünk Együtt nevű hétvégi programnak, hogy be tudjuk mutatni a nem csak a karcagi látogatóknak, nézőknek, kóstolóknak, a fürdőnek a csodálatos gyógyvizit, épületeit, hanem mink meg be tudjuk mutatni a mi általunk elkészült éttermet. Igaz, hogy a szálloda része még nincsen kés, az majd évvégére fog elkészülni, úgyhogy ez volt a cél. Én úgy látom, hogy a célt elérték, hiszen sokan vannak, és már hamarosan kész vannak az ételek. Én azt kívánom, hogy több ilyen hasonló rendezvényt tartson még itt, és akkor még több résztvevővel. Hát lényegében jövő május 1-én próbálunk egy következőt összehozni, de előtte lesz egy hagyományos disznóvágás, amit itt fogunk elkészíteni. Ez egy nemzetközi főző versenyszerűség lesz, és a külföldi vendégek fogják a saját országukban megszokott hús ételeket elkészíteni a sertésből, amit tudnak. Hát akkor az is egy izgalmas nap lesz majd. Mai naphoz még jó munkát kívánunk önnek. Jó, nagyon szépen köszönöm. Vizes csülök körömmel. Ez az elnevezés a fürdőcsapatának. Kovács Ferenccel beszélgetünk. Többen főzik ezt az ételt, de azt mondták, ön a nyilatkozó és ön a főszakács. Mit is takar ez a vizes csülök körömmel? Hát karcagi módra főzöm. Tehát olyan nagyon nagy takarás nincsen benne, karcagiak mindenki tudják, hogy hogyan kell főzni. Vöröshagyma, vagy zsír vöröshagymával fölpirítva, és utána egy kis fűszerből sóbors, paprika kész, egy kis fokhagymát teszek még hozzá, és akkor utána krumplival pedig összefőzöm, szabadtűzön és bográcsba. Ez a nagy titok. Hát igen, ez a nagy titok, tehát nincsen benne olyan, hogy paradicsom, meg paprika, meg nagyon sok fel, amit csinálgatnak, hanem itt csak hagyományos módon, tehát nem romlik semmi sem, hanem ez így, tehát ez így, én szerintem ez a karcagi hagyományos étel, úgyhogy most van, aki turbózza valamivel, én nem szoktam, én ugyanígy, mint a birkapörköltet is, én ugyanígy csinálom ezt is, meg a pacalt is. Hát az este főztünk egy pacalpörköltet, most egy csülökpörget, vizes csülökpörget ízével, krumplival. És mennyire rutinos főző? Hát gondolom, hogy azért sokat főz a céges rendezvényeken is, de amúgy is szokott főzni. Hát otthon általában főzök. Rendezvényeken nem szoktam menni, nem szoktam részt venni. Nem tudom, hogy miért. Nincs
esetleg az a nagy versenyszellem, hogy most győzni akarok, hanem inkább az a lényeg, hogy mindenkinek ízlen, amit főz. Én megmondom őszintén, hogy annyira nincs bennem, meg az járogattam, mert vannak baráti köreim, ugye még lehet, hogy ismeri Bernázoli barátomat, azzal jártunk napkor, a Túrkevén voltunk, Bőlér fesztiválon, mit tudom, de úgy valahogy én hideget nem bírom már, és inkább lemondtam róla, és inkább ebben a meleg időben jobban szeretem a főzést, úgyhogy ennyi körülbelül az egésznek a története. Holott pedig jártunk napkorra, mínusz 15 fokos hidegben, és ott voltunk, és nem is egy alkalommal, két alkalommal, Túrkevén is részt vettünk, és aránylag elég jó helyezést értünk. Hát sőt, Túrkevén még elsők is lettünk, úgyhogy ennyit tudok ehhez nyilatkozni. Úgyhogy. Hát akkor önnek most ez az időjárás nagyon kedves, hiszen ez egy ideális a pörkölt főzéshez. Én jó munkát kívánok, hiszen azért még nincs kész teljesen a pörkölt. Így van, pontosan még a krumplit körülbelül egy fél óra múlva teszem hozzá, tehát annyi híja van még a főzésnek. Köszönjük szépen. Kérem. A Konok-Kunok csapata, mondhatni egy teljes menüvel készült, hogy mit is főznek, Juhász Jánossal beszélgetünk. Mondjuk is el, hogy mi ez a komplett menü. Üdvözlöm a nézőket. Hát a komplett menü kezdődik egy halászlével, kunsági halászlével. Ez ugye azt akarja kunságit, hogy ez passzírozva van nálunk. Hozzáteszem turmix géppel. Zöldséges tavaszitekercs sertéskarajból, zöldséges lepcsánkával, illetve Ferdinándot készített a csapat a mai megméretetésre. Hogyan érzi, hogyan sikerült, hiszen azért már majdnem kész van minden? Hát tulajdonképpen már most már a vége fele járunk. Hát a halászlének éppen már csak a halnak kell megfőnie, annyi híja van. Reméljük jó lesz. A Tamás által készített sertéstekercs is már most a vége fele fő. Hát a Ferdinánd az meg már majdnem el is fogyott. Igen, azt mi is láttuk, hogy már csak a vége maradt, tehát néhány szelet, az nagyon kapos volt. Azt hiszem, hogy itt azért vannak itt szolnoki csapat is, ők nekik is biztos, hogy újdonság volt a Ferdinánd, tehát ez mindenkinek bejött, ahogy mondani szokás. Hát így van, főleg a mazsolás Ferdinánd az, ami nagyon bejött, másik is nagyon finom volt. Ők náluk azt mondják, hogy ők ezt nem szokták, tehát náluk ez nem divat, nem is nagyon ismerik, de ahhoz képest elég jól csüpegették. Azt hiszem, hogy már ez is jelzi, hogy a csapat megint kitett magáért, ahogy szokott. Lesz-e valami következő verseny, hiszen önök mindig akkor szoktunk beszélni, amikor mennek vagy jönnek valamilyen versenyről. Szeptember 6-tól 8-ig Kunszer Miklóson lesz az ottani országos birkafőző fesztivál. Meghívást kapott a csapatunk, örömmel veszünk részt, el is megyünk mind a három napra, tehát az egész rendezvény idején ott leszünk, de majd csak szombaton fogunk főzni, hát természetesen, hogy karcagi birka pörköltet. Hát akkor én azt kívánom, hogy ott is legyen ilyen siker, mint amilyen most volt ezen a versenyen, és akkor még sok-sok ilyen hasonló versenyt kívánunk önöknek. Köszönjük szépen csapat nevében. Az Aktív Rádió csapata, passzív marha, aktív módra, ez az elnevezés a csapat által készített pörköltnek, hogy mi is az, arról Juhász Kunnal beszélgetünk, mit is takar ez az elnevezés? Nos, tulajdonképpen ez egy kolléganőmnek köszönhető, aki nem tudta, hogy mit fogok főzni, de kitalálta ezt az elnevezést. Amúgy egy marhapörkölt, vörösboros marhapörkölt készül, és túros csusza lesz a köret, kapros túros csusza. Tehát ezt találtuk, egy cigányos pörkölt tulajdonképpen, ami elég nyerő volt eddig. És mennyire tetszik ez a környezet, hiszen azt hallottuk, hogy nagyon ízlett a karcagi specialitás a Ferdinánd, önöknél ezt nem nagyon csinálják, de mennyire tetszik ez a környezet? Nagyon. Tehát én most vagyok először Karcagon úgy, hogy húzamosabb ideig, tehát eddig átutazóban voltam, de hát azt bevallom őszintén, hogy amikor kiérkeztünk, meglátták a pólómat, és egyből pálinkával kínáltak, tehát ez elmondható. Jól éreztük magunkat, és tényleg fantasztikus minden. És hogy érzi, hogy készül a pörkölt, tehát mik az esélyek? Simán nyerünk ennyi, tehát ezt nem is részletezném, igazából csak a nyerésért jöttünk. Meg hát gondolom, hogy azért a jó hangulatért, meg az együtt töltött napért. Persze, egyértelmű. Nagyon szimpatikus az új karcagi fürdő, ugye? Hatalmas. Egyetlen egyet bánok, hogy nem hoztam fürdőnadrágot, de valakitől leveszem, és biztos, hogy csopanok egyet én is. Hát akkor én azt kívánom, hogy érezzék jól magukat, és akkor legközelebb ebből kiindulva már úgy jöjjenek el csapatostól, hogy tényleg csak fürödjenek, és ne csak főzzenek. Így lesz. Köszönöm szépen. A
Karcagi Birkafőzők Egyesülete nevében Szabó Péter főz, és konok-kunok gulyás, kapros túrógombóccal, ez az étel elnevezése. Mit is takar ez pontosan? Hát a gulyást készítünk, tehát nem levest készítünk, hanem egy tartalmas gulyást készítünk. A Birkafőző Egyesületet képviseljük, tehát birkának mindenféleképpen lenni kell benne, és még egy kis marha hús is kerül bele. Feldúsítjuk egy kis lebencsel, és a túrógombóc, hát az csak egy ilyen kis gasztronómiai játék hozzá. Akkor utána kerül rá, amikor megkészítették, vagy együtt főzik? Nem főzünk együtt, mert ugye a túró az bezavarosítja a gulyást, és azt nem nagyon szeretnénk, hanem mellé fogjuk tenni, és akkor hát aki szereti, az kéri, aki nem, az annak pedig nem adjuk oda. Hát akkor a gombolc az már alternatív lesz, de hogy érzi, hogy sikerült a pörkölt, hiszen azért már lassan a végéhez közeledünk a főzésnek? Én szerintem jól sikerült, mert hát azért készítjük, hogy jól sikerüljön, meg hát az ember a saját munkáját ugye nem kritizálja, hanem elfogadja és örül neki, hogy ilyen jól sikerült. Birkafőzőként azért már láttuk a versenyen, hiszen ott is kapott most is díjat, de hogyan jött az ötlet, hogy a birkát a marhával keverjék? Nem mindig szeretnénk birkát főzni, meg szeretnénk azt is, vagy én legalábbis, most nem az Egyesület nevében nyilatkozok, én legalábbis. Szeretnék mindig a birkához kapcsolódni, de meg szeretném azt is mutatni, hogy nem csak a birka pörköltből áll a dolog, és egy birka nem csak a birka pörkölt, hanem más dolgot is lehet belőle készíteni. Ezért gondoltam, hogy próbálkozunk ilyennel is. Nem az én ötletem ez a gulyás egyébként, a megyei labba jelent meg 5 vagy 6 vagy 7 évvel ezelőtt, már nem emlékszem, egy receptfőzővel, vagy egy receptverseny. És abba küldték be ezt a receptet. És ezt egy kicsit átalakítottam az én ízlésem szerint, és ebből alakult ki gyakorlatilag ez a dolog. Igen, az alaprecept az a kisúszállási ülés és szakközépiskolájé volt, és Márta István tanár úrnak a receptje volt. Ezzel nyertek ők akkor egy országos versenyt a diákok, tehát ez volt az a recept, amiről beszélünk, akkor ez van egy kicsit most felturbózva, az ön ízléséhez alakítva. Igen, ez van felturbózva. Aki beküldte a receptet annak idején, Süveges Éva, azt hiszem így hívták a hölgyet, és az ő receptjét fejlesztettem tovább, vagy hagytam el belőle, vagy tettem hozzá az én egyéni ízlésem szerint. Tehát nem szeretném tőle sem elvenni az érdemeket, természetesen az érdem az övé is. Én azt kívánom, hogy sok hasonló versenyen még együtt és találkozzunk, és hát akkor sok-sok újítást kívánunk még önnek, és persze természetesen a birka pörköltöt is főzze a továbbiakban is olyan sikeresen, mint eddig. Köszönöm szépen. Jó.